ennél nagyobb kell, mert ez nagyon most egy célna, és akkor szépen kötünk egy csomót. Többek között a szabászat fortéjaival is megismerkedhettek a salgótarjáni pályaválasztás előtt álló fiatalok november 19-én. Közel egy tucat többnyire hiányszakma kapott bemutatkozási lehetőséget a Nógrád megyei kereskedelmi és iparkamaránál. Első alkalommal kerül megrendezésre Nógrád megyei kereskedelmi és iparkamaránál ez a pályaorientációs rendezvény, aminek az a célja, hogy a szakmákat közelebb hozzuk a tanulókhoz, megkönnyítsük a pályaválasztást a számukra, és kipróbálhassák magukat azokba a szakképesítésekbe vagy szakmákba, ami most itt jelen pillanatban megjelenik. 11 szakma mutatkozik be ezen a szakmapiac téren a mai napon. Jellemzően hiány szakképesítésekbe gondolkodtunk, de itt van a szolgáltatóipar, a fodrász, a kozmetikus, a női szabó, a cukrász, a pincér, a szakács, csuhéfonó, ami most új szakképesítésként került be az OK-ba. A résztvevők azok, akik a szakmájukba elismertek, tehát a szakmájukat magas színvonalon gyakorolják. Pályaválasztás előtt álló tanulókat kerestünk, mert a 7.-8. osztályosok vesznek részt ezen a rendezvényen. Érdeklődőek a tanulók ezzel kapcsolatban, tehát szívesen veszik, hogy közelebb visszük hozzájuk a szakmákat. Egy előző időpontban került megrendezésre szintén a kamara szervezésében, hogy nem egy ilyen piac téren mutattuk be a szakmákat, hanem üzemlátogatás keretébe vittük őket. Tehát akár a női szabók, akár a bamszler, fémes szakképesítésekbe szívesen veszik a tanulók, örömmel vesznek részt ilyen rendezvényeken. A szervezők hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első szakmai piacteret. Én bízom benne, hogy lesz folytatása a következő években is, sőt, lehet, hogy bővíteni szeretnénk ezeket a rendezvényeket. Meglátjuk még, hogy milyen formában.